Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Már telepítettük és felfrissítettük a rendszerünket az előző videóban. Én is itt tartok, gyakorlatilag valóban nem csináltam semmi mást, mint amennyit ti láttatok, és megnézzük, hogyan tovább. A hogyan tovább jelen pillanatban kétfele osztható. Mindenki avval kezd, amivel neki kényelmes, én úgy gondolom, hogy van egy olyan metódus, amit én el szoktam követni, olyan sorrend, és azt mutatom meg. Azaz, első körben kettő feladatunk van. Egyik a rendszer beállítása, másik természetesen a szoftver, a programcsomagok telepítése. Hát én most a szoftvercsomagokkal kezdek, miért? Mert jellemzően ezt szoktam először megcsinálni. Termináló munkát jelen pillanatban elfelejtjük, hiszen kezdőknek készült ez a videó, és gondolom kezdők nem avval szeretnének ellenni, hogy mindenfajta terminálós programot megtanuljanak, és begépeljenek rengeteg olyan fájlnevet, olyan egy csomagnevet, olyan akármit, amire hát éppen ők még nincsenek felkészülve, azaz grafikus munkával fogunk indulni. A csomagtelepítésnek, a programtelepítésnek, talán így ismerősebb kezdőknek kettő darab feladata van. Egy, beállítod a csomagkezelő rendszeredet, kettő, feltelepíted a kívánt csomagokat. A csomagkezelő rendszer beállítása pofon egyszerű. Hogyha neked nincs kedved, vagy éppen tudásod ahhoz, hogy te hozzányúljál, akkor nem kell hozzányúlni, mert alapesetben jól be van állítva. De én végigmegyek a beállításon, illetve a szoftverkezelőnek a bemutatásán. Miért? Mert alapvetően egyszerű, de azért nem árt, hogyha tudjuk, hogy mit csinálunk. Nyilvánvalóan grafikus programot a start menüvel keresünk elő, és beírjuk, hogy szoftver. Kikeresi? Kikeresi azokat a csomagokat, azokat a programokat, amelyek szoftverkezeléssel foglalkoznak. Természetesen van a szoftver források. Ezzel indulunk, ezt nézzük meg. Szoftverforrásokat el fogom indítani, rákattintottam, megadom a titkos három darab A betűt, és elindul. Nem kell hozzányúlni ahhoz, amihez nem értesz. Azaz, a hivatalos csomagtárolók. Figyeljünk, kettő fontos szó. Hivatalos csomagtárolók. A csomagtárolókat úgy hívják, hogy a repók. Ebbe tárolják a programokat, a programcsomagokat. Innét fogjuk letölteni, mármint a program, innét fogjuk telepíteni, és ezeken kívül jelen pillanatban, bár elméletileg elmondom, hogy mit és hogyan lehetne telepíteni, nem tanácsolok senkinek semmi egyéb telepítést. Későbbiek folyamán, természetesen, hogyha túlmutató dolgot, más csomagokat, más programokat is szeretnél használni, vagy frissebb verziójú programokat is szeretnél használni, akkor már tudod, hol kell beírogatni, hova kell beírni ezeknek a nevét, de jelen pillanatban egyetlen egy feladatunk van, egy stabil rendszert összerakni. Hát természetesen a tükörkiszolgálók, ezek a repók, ezek a csomagtárolók, a fő és hivatalosat meg szokták adni. Gyakorlatilag az, hogy melyik, és igazából hol van, és mi a neve, számunkra teljesen mindegy. Ami lényeg, ide az van írva, hogy Victoria, megbeszéltük, hogy egy női névről szokták elnevezni a Linux Mint-nek a verzióit, illetve megbeszéltük, hogy Ubuntu-nak a csomagjaira épülünk, őneki pedig jelen pillanatban a Jamie elnevezésű van, és itt találjuk, illetve itt találjuk, igazából lényegtelen. Kiegészítő források, forráskód, csomagtárolók kellenek. Alapesetben egy kezdő felhasználók, egy középszintű felhasználónak, egy átlagos felhasználónak nem kellenek a forráskódok. A forráskódok azok, ami a csomagnak a forráskódja, tehát az a programozói dolog, amit megírtak. Akkor van ennek létjogosultsága, hogy te ezt beállíts, hogyha ezekre a csomagokra szükséged van, nem lesz. Nem lesz, mert előre elkészített, úgynevezett lefordított, elkészített csomagokkal fogunk dolgozni, nyilvánvalóan, hiszen mi forrásból jelen pillanatban nem óhajtunk semmit feltenni. Hibakeresési szimbólumok, mivel hogy mi nem fejlesztők vagyunk, és ha hiba van, az bizony nem biztos, hogy felismerjük, azon kívül, hogy valami nem működik, és ezzel kapcsolatos dolgokra nekünk jelen pillanatban nincs szükség, ne kapcsolj be! Egy picit lelassítja a forráskód, illetve egyéb beállítása
a telepítéseket, hiszen onnét is megpróbál valamit csinálni, fölajánlja, hogy ezeket is lehet telepíteni, számunkra nem fontos. Instabil csomagok, hát bizony, maga a szó is mondja, hogy instabil, nem kell. Az instabil csomagok, ez a tároló, hogyha be lenne ide kapcsolva, nem jelenteni az, hogy tönkrevágja 100%-osan biztosan a te rendszeredet, csak azt jelenti, hogy frissebbek a csomagok, de nincsenek annyira letesztelve, mint az általunk hivatalos csomagtárolókban lévő cuccok. Mi kell nekünk? Hivatalos és stabil. Ez az első lépés, amit meg kell tanulni, hogy nem gányolunk bele a rendszerünkbe, mert akkor, ha nem tudjuk, hogy mit csinálunk, nagy gondot okozhatunk saját magunknak. Miért mondom, hogy saját magunknak? Mert nyilván, hogyha elbarmolom a rendszeremet, nekem kellene rendbehozni. Egyrészt kezdőnek, középhaladónak nem feltétlenül lesz ismerete, tudása ahhoz, hogy összerakja, visszarakja, visszaállítsa, és természetesen a timeshift, amire támaszkodunk, múlt részben volt szó, hogy régebben volt róla videó, hogy ez egy ilyen rendszermentő, illetve beállításmentő dolog, arra hiába támaszkodunk, hogyha szétbarmoljuk a rendszerünket, nem biztos, hogy vissza tudjuk csalogatni. Oké, hogyha mindenféle dolgot össze-vissza és elállogatunk, akkor itt van az alapértelmezett beállítások visszaállítása, tehát vissza tudod állítani azt a beállítást, ami alapbeállítás, ezzel jelen pillanatban nincs dolgunk, hiszen nem fogunk hozzányúlni. PPA csomagtárolók. A PPA az egy csomagtároló rendszer, ami az Ubuntu, Mint és egyéb ezekre épülő dolgoknak a tároló típusa, személyes tárolók. Azaz, te is létre tudsz hozni egy ilyen tárolót, létrehoznak például honlapok az általuk ajánlott akármilyen programokhoz olyat, hogy te tud telepíteni, illetve vannak olyan emberek, programozók, egyebek, akik létrehoznak a saját programjuknak, vagy programgyűjteményüknek egy ilyen személyes tárolót, és megosszák. Jellemzően azért hoznak ilyesmit létre, mert olyasmivel foglalkoznak, olyat szeretnének, hogy te telepíts, te szeretnéd használni, és ők lehetőséget adnak erre, ami nincs a hivatalos tárolóban, vagy pedig frissebb verzióban. Ennek kettő darab problematikája van. Egy. Nem tudod, hogy ki van szemközt, azaz kikészítette a PPA-t. Egy nagy tároló, egy nagy PPA tárolóval nem szokott probléma lenni, amit általánosságban ajánlanak, azokkal nem szokott ilyen téren probléma lenni, de esetlegesen gonosz emberek és rossz indulatú emberek létrehozhatnak olyan PPA-kat, amiben esetleg más van, mint amit ők kiajánlanak, és esetlegesen te telepíted, és kárt okozhat akár az állományodba, akár az adataidba, akár a rendszeredbe. Azaz, a PPA-k használata nagyon egyszerű. Megadják, hogy mit kell a hozzáadáshoz beírni, és beírod. Ennyi. Nagyon egyszerű. Sok-sok PPA van. Én úgy mondom, hogy későbbiekben biztos vagyok benne, hogy egyet-kettőt beszeretnék mutatni, de alapesetben nem kéne használni, mert rosszindulatú egyéb dolgokat is telepíthetnek ezen keresztül neked, ha te elindítod a telepítést. Kettő. Mivel hogy ezek frissebb csomagokért készítettek el egy ilyen PPA-t, előfordulhat, hogy ahhoz adott felhasználói programhoz frissebb adatkönyvtárakat adnak, olyan könyvtárakat, olyan programozói, akármiket, ami ahhoz kell függőségeket, amiket például esetlegesen egy későbbi frissítés nem fog jól kezelni. Erre nagyon figyelj! Ha nagyobb frissítésed van, tehát verzióváltású frissítések, gondot okozhatnak, nem feltétlenül, de gondot okozhatnak azok a PPA-n keresztül telepített dolgok, amíg bizony a gépeden fent leszek, a verziószámok ütközhetek, van esélye. Nem akarok számokkal dobálozni, 5-10-15%-ot szoktak mondani, vagy legalábbis valahol ezt olvastam, hogy ezekben az esetekben gond a frissítés. Én azt gondolom, hogy ha te valamit szeretnél használni, például a Linux Mintet, akkor eldönthetod, hogy oké, ez nagyon stabil,
ez nagyon stabil rendszer, de régebbi dolgokat fognak adni, picit régebbi dolgokat fognak adni, és ezzel együtt tudsz élni, avagy nem. Ha nem tudsz együtt élni, akkor például használhatsz Archot, vagy Fedorát, azok is frissebbek szoktak lenni, nem mindig, de általában, hiszen annak a frissítési ciklusa más, vagy például használhatsz Manjarót is. Tehát el kell dönteni, hogy hol van az a határ, hogy friss és stabil, ez egy ilyen csúszka. Minél frissebb, annál kevésbé stabil a rendszer, minél régebbi a rendszer, annál jobban le van tesztelve, hiszen több időn keresztül tesztelték, keresték a hibákat, az ütközéseket. Oké, további csomagtárolók szintén hozzá tudunk adni, nyilvánvalóan a CD-ROM, amiről te telepítetted, azt hozzá tudnád adni alapból, ezt nem adjuk hozzá természetesen, de hozzáadásnál itt is szépen be fogod tudni írni, hogyha elolvasod a leírást, hogy egyéb csomagtárolók vannak, ami nem a hivatalos tároló, nem szeretnénk mi jelen pillanatban semmit hozzáadni. Az azonosítókulcsok fontos dolgok, ezzel azonosítod a programnak az elkészítőjét, a tároló vagy egyéb rendszer dolgokhoz hozzáférő embereket, azaz ami a Linux Minthez hozzáadott ilyen azonosítókulcsok, az garantálja azt, hogy te abban megbízhatsz. Hogyha egyéb azonosítókulcsot hozzá szeretnél adni, nyilvánvalóan avval elfogadod azt, hogy abba az emberbe, abba a programozóba, vagy abba a programozói csoportba teljesen megbízol. Ha nem fogadod ezeket az azonosítókulcsokat, azokat a programokat nem fogod tudni telepíteni jó eséllyel, hiszen ez egy hitelesítés. Ezzel kimondom azt, hogy igen, ezzel a kulcssal, ezzel a kulcsokkal rendelkező emberekbe megbízok, teljesen nyugodtan, légy szíves te rendszer telepíteni azokat a programokat, ami ezekkel a kulcsokkal hitelesítve vannak. Ahogy látni, nem kell hozzányúlni, az importálással tudsz egy kulcsot, hogyha megadják a hitelesítő kulcsot, letöltöd és importálni tudod, vagy le tudod tölteni az Ubuntu szerveréről azokat a kulcsokat, amire neked szükséged van, nem nyúlunk hozzá. A karbantartás, gyakorlatilag a karbantartás fele akkor nézünk, amikor valami gond van, nem szokott előfordulni, de lehet. Kettő, akkor, amikor nagyobb frissítések vannak, ezeket szépen sorba mindegyiket megnyomja az ember, és elvégzi a megfelelő teendőket. Lista összevonási problémák javítása. Nyilvánvalóan frissít az ember, lejönnek a programlisták, és esetlegesen előfordulhat, hogy valamelyikből kettő van, több bejegyzés van, többször nyomtál rá valamit, és ezeket a kis eltéréseket fogjuk javítani. Lista összevonási problémák javítása, a probléma javítva lett, töltse be ismét a gyorsítótárat. Nyilvánvalóan egyetlen lehetőségünk van, ráokézunk, és még egyszer okézzük, és letölti a tároló a hivatalos, hiszen csak azokat hagytuk bent, illetve csak azok vannak, mert nem tettünk be mást, hivatalos tárolóknak a listáját, hogy milyen csomagok vannak, milyen verziószámmal, és igazából van egy szép kis adatbázisunk, amit a későbbiekben használni fogunk, nem mi, majd a grafikus program. Hátra maradt beállító fájlok tisztítása, rányomunk, előfordul, hogy egy-egy beállító fájl a rendszerben, hát ott marad, ami nem kellene, elméletileg tisztán tartják a rendszerünket, de előfordulhat probléma, nincs több hátra maradt beállító fájl a rendszerben. Oké, ennyi. Tehát igazából, ahogy lehet látni, itt valóban arról van szó, hogy van egy művelet, amit a gép, illetve a program elvégez, ezeket kézzel is meg lehetne tenni. Én azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb egérrel rákattintani. Többszörös bejegyzés eltávolítása. Oké, eltávolítjuk, és megint betöltjük a rendszert. Ez a többszörös bejegyzések eltávolítása, a duplikátumok, duplikált bejegyzések, információknak a törlése. Nyilván nem okoz gondot az, hogyha egyforma bejegyzés van, de hát azért rend a lelke mindenek. Látható, semmi. Semmi olyan teendőnk nincs, amivel igazából meg ne tudnánk birkózni. Hiányzó kulcsok hozzáadása természetesen, hogyha van olyan kulcs, hitelesítő kulcs, ami hiányzik, ha hozzáadod, ezt a gombot megnyomod,
automatikusan letölti, hitelesíti a te dolgaidat, mármint azokat a programokat, amihez a kulcs tartozik, nem jelentese gondot. Külső csomagok eltávolítása nem fog itt semmi külső csomag lenni. Mi az, hogy külső csomag? Ami nem a tárolókból jön. Tehát letöltöttél mondjuk az Ocean Audiot, ez egy audiovágó és manipuláló és szerkesztő programocska, ami nincs bent a tárolóba, felmegy az ember a honlapjukra, kiválasztja megfelelő, ez nagyon fontos, Linux minthez tartozó csomagot feltelepíti. Oké, fel van telepítve. A telepítő program ezt kezeli, és ezzel a külső csomagok eltávolításával ezeket a csomagokat ő el fogja távolítani. Miért? Hogy esetlegesen egy komolyabb rendszer frissítéskor ne legyen ezzel problémád. Nagyon egyszerű megoldás, az összeset kijelölöd, amit el szeretnél távolítani, mert itt négy szedtél össze, onnan szedtél össze, már nem is emlékszel pontosan a nevére, hiszen nyilvánvalóan úgy tudsz eltávolítani valamit, ha tudod a nevét, legalább annak az egy részét, természetesen a terminálba dolgozol, akkor a pontos nevét meg kell adni, amit el szeretnél távolítani, nem emlékszel rá. Kezdőknek ez nagyon kényelmes, mert a rendszerhez nem tartozó, a hivatalos rendszerhez nem tartozó programokat, csomagokat így nagyon egyszerűen le tudja darálni, el tudja tüntetni, azaz visszaállított nagyjából egészéből a rendszeredet egy hivatalos verzióra, azokat a programokat eltünteted, amiket te, hát kipróbálom, megnézem, jaj, de jó, biztos, szép, felrakosgattad, és utána esetlegesen már nem kell, le tudod tisztítani így a rendszeredet, nem szoktam egyébként ezt használni, nekem megvan, meg neked is meg lesz, hogyha még nincs, az a programkör, amit te használsz, nyilvánvalóan nem fogunk 20 darab, előbbi példa szerint audiovágót használni, kettőt használok, az nekem bőven elegendő, az első időben kísérletezik, próbálkozik az ember, melyik felel meg neki, na hát itt azért egy kicsit rendet tudunk vágni azok között, amiket éppen már nem szeretnénk használni. A következő beállítás, illetve javítási lehetőség nagyon érdekes, külső csomagokkal való problémákat szokott megoldani. Azaz előfordul, hogy te valamit mondjuk PPA-ból telepítesz, ott a verziószámok magasabbak, mint a megfelelő hivatalos tárolókból. Ezt tudod te visszafejleszteni, hogy úgy mondják, ez a hivatalos neve, visszafejleszteni, ha szeretnéd arra a szintre, arra a verziószámra, jellemzően régebbi verziószámra, amely a hivatalos tárolóban van. Ez nagyon ellentmond annak, ami igazából a Linux Mintnek a nagyon-nagyon jó dolga, hogy egy erőteljesen stabil verzió. Azaz, hogyha te PPA-ból felteszel valamit, személyes tárolókból felteszel valamit, és ott a verziószámok elkavarodnak, magasabbak lesznek jellemzően, megváltoznak, és nem az, ami a telepítőben van, azaz a hivatalos csomagállományban van, akkor az gondot is jelenthet. Nagyon kicsi az esély, hogy ilyenbe belefutsz, akkor van ezzel nagyobb probléma, hogyha nagyobb rendszerfrissítés van, és esetlegesen ütköznek a verziószámok egy-egy könyvtárban, programkönyvtárban így pontosabb, és akkor baj van, gond van, hiba jelet ad a rendszer, itt azért ezt karba tudod tartani. Én azt javaslom, ahogy előzőekben is emlegettem, érdemesebb átgondolni, hogy számunkra kell-e a Linux Mint stabilitása a régebbi, jobban letesztelt verziószámokkal, mint esetlegesen egy újabb és menőbb és esetleg több funkciót tartalmazó új program, amit esetleg fel tudsz rakni PPA-ból. Én inkább a stabilitásra szavazok, illetve a új verzió van, új verziószámú, vagy fejlettebb, újabb programcsomag kell, olyan program, ami mindenképp újabbnak kellene lenni, akkor inkább a Flatpak vagy az AppImage megoldást használom, ami teljesen külön áll ettől a rendszertől, és akkor az nem okoz nekünk problémát. Oké, ennyi volt az, amit tudni kell alapesetben a telepítő csomagkezelő rendszer grafikus beállításáról. Szoftver és forrásokat megadtuk, nem adtuk meg, nem piszkáltuk, csak akkor, amikor majd tudni fogjuk mi az, és beteszünk egy szoftverkezelő indítást. Elindul a szoftverkezelő,
gyakorlatilag az első indítása mondjuk olyan 1 perc. Amíg letölti a képecskéket, letölti az információt, össze-vissza megnézi azt, ami neki kell, összerendezi, és ilyen szép megjelenéssel fog neked lenni. Miért mondom, hogy szép megjelenés? Azért, mert jól néz ki. Nincs agyon csicsázva, egy párat láttam, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csicsás, és a képecskék, színek, villogó, csillogó, egyebek elviszik a funkciót, nem úgy működik, ahogy kell. 2. Ez legalább működik. Elég sok ilyen grafikus telepítő programot, csomagtelepítő programot kipróbáltam. Azt mondom, a Linux minthez adott, ez a típusú grafikus csomagtelepítő működik. Gyorsan megjeleníti a képeket. Igen, 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 egyéb rendszereknél elő szokott fordulni, hogy van grafikus telepítő csomagkezelő rendszer, aztán amíg a képek előkerülnek, vagy a képek hiánya, az bizony, hát bizony hosszadalmasabb idő, van amikor 10-20 perc, az egésztől elmegy az embernek a kedve, ez gyors. Hogyan működik? Szerintem most már mindenki tudja, hogyan működik. Itt van egy csomó kategória, kiválasztasz egy kategóriát, ha például grafikát szeretnél, akkor a grafikus programokat ő szépen előrakja neked, kiválaszthatod, ami neked kell. Hát igazából én nem szoktam tallózni, tehát keresgélni programokat, ismerjük a programokat nagyon jól, de nézzünk is meg egy hang és videót, és nézzük meg az, hogy a VLC micsoda, kiválasztjuk a VLC-t, és látható, hogy ez, és le is van írva, hogy ez micsoda. Hát ez bizony egy videó lejátszó, van egy értékelése, van egy angol nyelvű, hát leírógatása, nem is erre akartam kitérni. Hogyan telepítesz? Nyilván rábötsz a telepítése. Oké, okay, ezen ugorjunk át, mert ez egyértelmű. Itt van egy rendszercsomag. Azt mondtuk, hogy mi csak a hivatalos tárolókat szeretnénk használni. Igen, 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 ez teljesen így van. Rendszercsomagra rábötsz, legörgeted, ott van, hogy rendszercsomag és flatpak. Oké, okay, ez nagyon jó dolog. Eldöntheted, hogy a tárolóban lévő verziót azt szeretnéd használni, vagy pedig az úgynevezett flatpak csomagot. Ez a flatpak csomag, mivel mindenki ismeri, ezért elmondom, hogy micsoda, ez egy disztribúció független csomagkezelés, azaz bármelyik olyan disztribúcióval használhatod a flatpak csomagot, ennek a kezelését, telepítését és a program használatát, amelyik ezt adja számunkra. A Linux Mint ilyen, a Fedora ilyen, az Arch Linux alatt használható, Manjaro alatt használható, MX Linux alatt használható, gyorsan felsoroltam pár olyan disztribúciót, amivel biztos használhatóak a Flatpak csomagok, ez egy különálló dolog, a rendszertárolón kívüli dolog. Megkérdezhetitek, hogy miért van erre szükség? Azért, mert akármilyen stabil rendszert használsz, abban régebbiek a csomagok. Akkor két lehetőség van, mondjuk a Linux Mintnél, több is van természetesen, de most csomagkezelésről beszélünk, erről a csomagkezelő dologról, az a lehetőséged van, hogy belebányászol, beleteszel, belekényszerítesz olyan PPA-t, külső, saját, személyes tárolót, vagy külső tárolót, repót, ami nem a rendszernek a része. Itt lehetnek ütközések. Vagy használsz egy univerzális csomagkezelőt, a flatpaket, és akkor a kettő teljesen, szó szerint vegyétek, teljesen elválik, hogy te a rendszercsomagot használod, vagy pedig esetlegesen a flatpak csomagot, azt neked kell eldönteni verziószám szerint, amelyik kell. Tehát nyilvánvalóan, hogyha éppen a legfrissebb VLC-t, videó lejátszót szeretnéd használni, akkor megnézed, hogy a rendszercsomagnak ilyen, a flatpak csomagnak pedig milyen a verziószáma. Itt lehet egyébként a verziószámokat leolvasni, és eldöntött telepítés, telepítés. Nem kell semmit tudnod ahhoz, hogy a flatpak csomag az milyen elven készült, mit hoz fel, mit telepít, vagy a rendszer csomagot teszed fel, az hogyan működik. Eldöntött, hogy melyik kell, föltelepíted, kalap, kabát, ennyi, nem kell semmit csinálni, berakja saját magát a flatpak csomagot is a start menübe, azaz különösebb problémád nincs. A csomagok eltávolítása, törlése, programtörlés, annyi, hogy telepítés helyett, hogyha fel van rakva,
akkor itt az eltávolítás szó lesz, és arra fogsz bökni. Igen, nem kell így tallózni, itt van egy kereső, és akkor megmondjuk, hogy exemplar, az exemplárt szeretném fölrakni, exemplárt föl lehet rakni egyféle, kétféle módon, őrá rákattintunk, megint megnézzük, hogy flatpackből vagy rendszercsomagból szeretnénk. Én flatpacket szoktam fölrakni, mert annak a verziója lényegesen magasabb. Frissebb tapasztalatom szerint ennél érdemes a frisset használni. Telepítés látható, elmondja, hogy ő bizony mit fog hozzátenni, ezek a függőségek. A flatpack verzió is, illetve a rendszer tárolóból való telepítés is automatikusan feltelepíti azokat a dolgokat, amire neki szüksége van, nincs semmi olyan teendőd, tehát nincs választási lehetőséged, hogy belekeveredj, hogy ez kell, nem kell, hanem egyszerűen csak a folytatásra böksz. Telepítés lefolyik, azért vegyétek észre, az első flatpack telepítés egy kicsit hosszadalmasabb, mert a saját környezetet, a saját egyéb dolgait is felhozza. Egy kicsit ijesztő lehet, hogyha ránézel, hogy egy kisebb csomaghoz nagyon-nagyon nagy méretű dolgokat is lehoz, de ezek ilyen univerzális dolgok, mondjuk egy gnómos programot telepítesz, ami önmaga picike, első alkalommal fölcibálja a gnómos környezetet, a flatpack is, és utána már nem fogja kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hogyha gnómos csomagot telepítesz flatpackből, azt felhozni, hanem a másikét, vagy az előbb telepítettét fogja ő nekünk használni. Tehát nincs ezzel gond. Én azt mondom, amíg kezdő vagy, középhaladó vagy, légy szíves rábízni magad a Linux Mint, vagy akármelyik disztribúciónak az elkészítőjére, és utána nincs vele semmi problémád. Hagyjuk meg azt a lehetőséget a nálunk okosabbaknak, hogy ezeknek a függőségét, egyebet, aminek az értelmét talán nem is tudjuk, azért választottuk ki a Linux Mintet, akármelyiket, akármelyik disztribúciónál ugyanezt elmondom, ugyanazt elmondom, természetesen, hogyha én kiválasztok egy disztribúciót, és megbízok a disztribútorba, nem kell felülbírálni a dolgokat. Oké, következő gondolat, eltávolítás, ha el szeretnéd távolítani, milyen beállítási lehetőségek vannak, telepített alkalmazások megjelenítése, a telepített alkalmazások között szeretné válogatni, törlési szándékkal természetes vagy egyéb, akkor ezt be tudod pipálni, illetve elindítani, keresés a részletes, illetve a szükebb csomagleírásba, ezt gondold át, hogy az alsót, a másodikat bepipálod, de egy picit a keresést lelassítja. Ha valami speciális dolgot keresel, ami az első bepipálással, tehát a csomagleírásokba való keresése, nem jönne elő valami olyan program, amire neked szükséged van, akkor természetesen másodikat is be lehet pipálni, nem egy nagy dolog, meg lehet tenni, nem szoktam. Illetve automatikusan frissíti a csomag listádat, de hogyha menet közben szeretnéd a csomag listádat frissíteni, akkor ráböksz, hogy frissítést kezd. Ez általában akkor szokott előfordulni, amikor nem jöttek le az előző indítással, az indítással így pontosabb, az összes leírás, vagy a képecskék, lassabb internet, vagy a szemközti gép, a tároló, a repónak a szervergépe egy kicsit, hát hogy is mondjam, lassabb, hibásabban működik, akkor nem jön le mondjuk a kép vagy a leírás, ráfrissítesz a dolgokra és működik. Összefoglalnám, nem kell hozzányúlni semmihez, amihez nem értünk. Majd a későbbiek folyamán, hogyha szeretnénk egy PPA-t beletenni, vagy egy külső tárolót, akkor azt meg fogjuk tudni csinálni. Megmutattam, hol kell, meg véleményem szerint lesz is rá lehetőség, hogy bemutassam a kerneleknek a telepítésénél. Véleményem szerint be fogom mutatni, de alapesetben nem kell hozzányúlni. Ne nyúj hozzá semmihez, amihez nem értesz. Csomagtelepítés szerintem a Linux Mintnek, meg egyéb disztribúcióknak nagyon jó tulajdonsága, hogy bizony grafikusan tudsz működni, azaz mindenféle egyéb nélkül. Úgy, mint a telefonodon, az Androidon,
az áruház, vagy mi a SZÖSZ-nek hívják, a Google áruház. Kiválasztod, mi kell telepíted. Itt az a különbség, hogy itt egyikért sem kell majd fizetned. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok, hosszú volt, de a főbb vonalakat elmondtam. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok.